A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban egy közelgő világnap kapcsán szót ejtünk a bőrvédelem fontosságáról, valamint megmutatjuk azt is, mire érdemes figyelni a szünidő alatt, illetve mutatunk Önöknek egy ügyességi versenyt. Tartsanak velünk! Sokan nem is tudják, hogy június 25-e egy igazán jeles nap, ekkor ünnepeljük ugyanis a vitiligónak a világnapját, és hát velem, hozzám hasonlóan sok társam küzd ezzel a problémával, én már 3 éves korom óta. Kiemeltem fontos ilyenkor a bőrvédelem, azonban nem csak a mi esetünkben, hanem mindenki esetében. Mindezekről beszélgetünk Mosolygó Éva házi orvossal, köszöntelek. Egy kicsit akkor tegyük is tisztába, hogy mi is az a vitiligó, és mégis hogyan alakulhat ez ki valakinél. Azért is okos dolog, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért is okos dolog a vitiligóval kezdeni, mert hogy a bőrvédelem, a bőr fényvédelme vitiligóban különösen fontos. Mert hogy ez egy olyan betegség, ahol amiben a bőr festék hiányos lesz, kisebb-nagyobb területen. Egy nagyon titokzatos betegségnek tartják maguk az orvostudomány értői is, mert hogy nincsenek egyértelmű bizonyítékok, nincsenek egyértelmű utak ennek a kialakulására, ami egészen biztos, és szinte kizárólagosan minden betegnél, nem is betegnek hívom én őket, mert ez egy variációja a bőrnek, ami mindig fellelhető, hogy valamiféle magas érzelmi stressz éri a szervezetet, amikor ez kialakul, és viszonylag gyorsan, valakinek egy nap alatt, valakinek egy hét alatt, egy hónap alatt alakul ki a festékhiányos terület. Ezeknek egy része szegmentális, és egy más esetekben pedig nem jellemző a szegmentális. Vannak vitiligós emberek, akiknek teljesen szimmetrikusan van jelen a festékhiány, és ez érinti is a bőr, illetve a haj és a szemöldököt, szempillát. Más esetekben pedig egyáltalán nem mutat szimmetriát. Különböző a kezelésekre való reakcióhajlama is. Általánosságban elmondható, hogy átolzéig maradéktalanul meggyógyítani nem lehet, visszaállítani a bőrnek a festéktartalmát nem lehet. Azért mondom így, és egy mondatot arról is szeretnék ejteni, hogy nem is jó szó az, hogy meggyógyítani, mert itt semmi más nem szenved zavar, teljesen egészséges marad a szervezet. Ez egy esztétikai hatás, amit én a barátnőmtől tanulva, és ezt nagyon szép dolognak tartom, mert hogy az én környezetemben is fordult elő, és akkor így tanulja voltam, hogy mennyire gyorsan alakult ki, és mint minden betegtől, minden embertől is tanulunk a betegségeikről, azt tanultam, hogy ennek a megfelelő hozzáállás, mert hogy valóban így érzem, hogy ez egy különlegesség, érdekessé teszi az embert. Akit érint, az nagyon ritkán fordul elő, hogy így rögtön, prompt ezt különlegesnek tartsa, inkább a lelki nehézségeivel szoktak küzdeni, de hadd mondjam el az én fiam hozzáállását, a legkisebb fiam úgy reagált, amikor megtudta, hogy ez a nagyon kedves ismerősünk vitiligós lett, és azt mondta, hogy ez te nagyon rendben van, mert hogy mostanában látott fotomodelleket is, és hogy mennyire menő dolog. Egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy van, hogy fel sem tűnik. Tehát abban a pillanatban szerintem, amint valaki elfogadja magát, ez már nem egy akkora szembetűnő dolog. Egyébként mondtad, hogy ugye stressz éri a szervezetet, és azért is alakulhat ki. Nekem 3 éves koromban kezdődött, hogy milyen stressz érhet minket kiskorban. Mi az, amitől ez? Milyen jó kérdés. Azt szokták hinni az emberek, amikor stresszről beszélünk, hogy ez a felnőtteknek és a menedzsereknek van stressz az életében. Szó sincs róla. Stressznek így átfogóan, stressznek hívunk mindent, ami így az érzelmi rendszerünkre sokként hat. 3 éves korban, ahogyan ez a te életedben történt, ez egy óvodai történet is lehet. Ismerünk kisgyereket, olvastam olyan vitiligós
szakmai esetleírás, tehát ez nem a könnyed lapokban, hanem szakmai oldalakon, ahol az óvodában megélt stressztől lett éppen egy 3 éves kislánynak nagyon gyors, 3 nap alatt kialakuló vitiligója, és a gyermekgyógyásza követte, segítette őket ezekben az utakban. Ő egy kisfiú volt, nem kislány, ő kisfiú volt, és igazi harcosnak nevezte innentől a doktornén, és ez is nagyon sokat számított a feldolgozásban, meg hát a család hozzáállása, a barátok hozzáállása, hogy ezt egy klassz dolognak tartják, vagy pedig jön valamiféle rosszindulatú hozzáállás, ami rettenetes lehet, és ezekkel való megküzdés a rettenetes, mert hogy a szervezetben nem történik semmi, ami hátrány lenne a fényvédelmen kívül, amire majd oda kell figyelni, de más elváltozás nem történik a szervezetben. És ha már az okokról kérdeztél, a stressz tényező mellett folynak kutatások autoimmun irányban, és néhány esetben fényderült arra, hogy párosul autoimmun reakcióra. Az autoimmun csak egy mondatban elváltozás, az azt jelenti, hogy nem ismeri fel a szervezet valamilyen saját alkatrészét, fehérjéjét, sejtfelszínét, valamit a saját szervezetünkben nem ismer fel, és idegenként kezel, és ellenanyagot termel, minthogyha egy idegenbe tolakodó lenne, és ez a reakció hozza létre az autoimmun kórképeket. Vannak bőrgyógyászati kórképek, tüdőgyógyászati, mindenféle autoimmun kórkép. Szóval néhány esetben kiderült, hogy párosul, és ezért amikor egy vitiligós esetet kivizsgálunk, mindig megnézzük, hogy van-e autoimmun háttér, de hát nagyon sok esetben nem derül fény erre, és akkor ez egy egészséges szervezet egy bőrfesték variációval. Ezt hallottam én is, hogy egy olyan utasítást kap ilyenkor a szervezet, hogy ez egy rossz anyag valójában a szervezetben, és hogy el kell pusztítani ezeket a festékanyagokat, akkor ez valójában így van, és ez az utasítás csak megmarad? Néhány esetben van így, és nagyon sok vitiligós esetben egyáltalán nincs autoimmun reakció. Vélhetően sok tényező együttállása kell ahhoz, hogy ez kialakuljon. Azért is hívjuk még ma is ilyen titokzatos bőrelváltozásnak, mert hogy nem egyértelmű utak vannak, és nem tudjuk megmondani, családi halmozódás megfigyelhető viszont. Szóval mégiscsak valamiféle genetikai mutáció is állhat a háttérben, mert hogy amelyik családban fordul elő vitiligó, nagyobb eséllyel fordul elő több embernél ugyanazon a vér öröklődési ágon, de ez sem egyértelmű, és nincs meg az a gén, amihez ez esetleg ez köthető lenne. Szóval családi halmozódás van, ez egy ténymondat. Néhány esetben autoimmun háttér, ez is egy ténymondat, de az esetek 90%-ában érzelmi stressz van a háttérben. Lehet, hogy csak egy nagy-nagy ijegység, az is lehet, hogy egy rosszul értelmezett kapcsolat az életünkben, és kívülről nem látszik semmi, úgy tűnik, hogy hiszen az az ember remekül él, és nincs is semmilyen stressz, de lehet, hogy belül gyötrődik valamin, és az is elképzel, olyan esetek is vannak, és olyan is, amikor egy nagyon látványos stressz. Teljesen ismert az a jelenség, a francia királynő Marie Antoinette egy nagyon nehéz politikai helyzetben egyetlen éjszaka alatt üszült meg vitiligós mechanizmussal, szóval neki a hajszálai mutatkozott ez meg egy éjszaka alatt. És azért titokzatos, mert egy élettelen, mint ahogyan a hajónk, a szőrszálaink, ott csak a szőrtűző él, de egy szarú, a hajónk, az már egy élettelen, és abból el tud tönni a melanin. Szóval van ebben valamiféle titokzatos, és ezért is okos dolog, és szép dolog a barátnőmnek a szemlélete, hogy különlegesek ezek az emberek, akiket ez érint. És én már hallottam olyat is, hogy van, aki egyáltalán nem szeretné ezt eltüntetni, milyen vagyok én magam is egyébként, de létezik-e bármilyen módszer? Tehát mik ezek a módszerek, amiket az előbb említettél? Milyen kenőcsökről hallottam? Úgy örülök, hogy veled beszélek, mert ez a legszebb, legjobb hozzáállás, és nyilván vannak körülötted emberek, és óriási dicséret neked is, meg a téged szerető embereknek, akik körbevesznek, és akik ezt az érzést keltik benned, segítenek ebben az érzésben, hogy ezt nem kell eltüntetni. Nyilván olyan élethelyzetekben, olyan ünnepségekre, vagy olyan szituációban, ahol számít, és nem akarod, hogy ez látszódjék, akkor a kozmetika már az egekben jár technológiákban, elfedő anyagot kell erre, alapozót kell fölvinni, hogy egyforma színű legyen a környezetével. Van fordított módszer, van olyan bőrgyógyász, aki azzal foglalkozik, hogy
hogy a pigmentált területekről tüntesse el a pigmentet, és depigmentálja ahhoz, hogy a különbségeket is ezzel a foltoknak a határvonalát elmossa, és a pigmentált normálisan festékkel ellátott területekről a festéket távolítsuk el, és ezzel homogénné tenni a bőrt, és akkor nyilván láthatatlanná válik a festékhiányos folt. Egyébként próbálkozni lehet kezdetben egy szteroidos gyulladás csökkentő, hogyha autoimmun háttér bizonyosodik be, akkor egy kicsit nagyobb lehetősége van az orvostudománynak beavatkozni, és szteroidos gyulladás csökkentő krémekkel vannak esetek, ahol csökkenthető, és újra, talán újra pigmentálódik a festékhiányos terület, de ez, ha egy 3-4 hónapig próbálkozás után nem bizonyul sikeresnek, akkor abba is kell hagyni, és nem szabad terhelni a bőrt szteroidos krémekkel. Próbálkozások vannak, vannak sikeres esetek, de 100%-osan nem lehet azt mondani, hogy ez a módszer hatékony. Egyébként ugye, mivel itt nincsen festékanyag, kiemelten fontos, hogy ilyenkor nyáron végjük ezt a felületet. Mi a leghatásosabb, milyen krémet javasolsz? A fényvédelemnek ugyanúgy kell zajlania, mint a nem vitiligós embereken. Én szándékosan nem használom a beteg szót, mert az én szememben nem vagytok betegek. A vitiligós embereknek különösen a foltokat kell védeni, és ezért nagyon magas faktorú fényvédőkrémet kell használni, árnyékban is. A különbség csak annyi, hogy gyakrabban kell újra kenni, mint az egészséges embereken, és egyébként használni az általános szabályokat, amit a nem vitiligós embereknél is, hogy 11-től 3 óráig nem szabad napra menni, ez a mi égővünkön értendő, és akkor is inkább árnyékos területen lenni, és a fényvédő krémeket különösen vízben tartózkodás után újra kenni. Sokkal gyakrabban, mint nem vitiligós embereknek. Más fényvédelmi módszer nem szükséges. A nagyba igazából a trópusi országokban van, ahol sokkal nagyobb UV hatás van is, és esetleg arról is beszélhetnénk, hogy mi a probléma az UV-val, vagy egyáltalán mi a probléma a napsütéssel. Mert hogy egyébként ez egy egészséges dolog, a napsütés. Milyen káros hatásai lehetnek egyébként a szervezetre, a napsugárzásnak, mint vitiligósokra értem, mint pedig egyébként általában bárkire nézve? A közvetlen veszély csak a mennyiségtől függ, és meg tud égni a bőr, egyszerűen egy első, vagy én sokszor láttam már másodfokú égést, egyszerűen napfény hatására, hogy az alakul ki a hő hatására, az a hő hatásnak a következménye lehet az égés, és ugyanolyan módon kell gyógyítani is, mint az éget sérülteket, nem tejföllel és népi módszerekkel, hanem sokkal hatékonyabb hatóanyagot mondok, hogy pantenol tartalmú gyógyító habokkal, remek ilyen nyári, én már be is szereztem egyet, nyári gyógyító készítmény van a piacon, és azok közül kell valamit használni, de legjobb nyilván a megelőzés. Ez a hőhatás által létrejött ártalom. Ami még nagy baj, és van ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos információ, mert nem hallom ezt a médiában, pedig hangsúlyozni kell, hogy az UV-sugárzás, az UV-védelem, napszemüveg, nagyon fontos, és a bőrön a bőrvédőkrémeknek UV-védelme is van, és az ultraibolya sugárzásnak az lehet a hatása, hogy a melanin termelő sejtek, mint hogy a szervezet a festék termelésével védekezik, és úgy hivatott, úgy tudja kivédeni az ultraibolya sugárzás DNS szerkezetkárosító hatását. Ugyanis az UV-sugárzás a DNS szerkezetében mutációt hoz létre, most ez a fogalom már kicsit ismertebb a járvány óta sajnos az emberek körében, hogy a mutációk miatt elindulhat egy daganatos átalakulás, és mindenféle rosszindulatú bőrdaganat tud kialakulni. Nem csak a melanóma, az közismert, a festéksejtes melanóma, létezik egyébként festékhiányos melanóma is, és létezik bazalióma és egyéb bőrrákok is, amiknél egyértelműen bizonyított a napsugárzásnak az ultraibolya frekvenciája okozta kár. Szóval mindenképpen védekezni kell. Napjainkban egyre inkább a rákkeltő hatás miatt is. Amit az előbb említettél, mennyi időt kell ahhoz a napon tartózkodni, hogy ezek a betegségek sajnos rák kialakuljon?
szintén nagyon nagy kérdés. Sajnos létezik egy olyan jelenség a bőrünknél. Azt hinnénk, hogy ez egyszerűen csak bezárja a testet, és egy ilyen mechanikus védelmet jelent. Nem. A bőrünk egy nagyon bonyolult és fantasztikus, intelligens szabályozó rendszerrel bír, és a bőrünknek az ártalmai, a fény ártalom, az ultraibolya sugárzás ártalom sajnos úgy mondjuk szakszóval, hogy kumulálódik, összegződik, és sajnos emlékezik a bőr, az összes égés összeadódik a szervezetünkben. És azt lehet mondani, hogy azoknál az embereknél gyakoribb a bőrrák, amit ultraibolya sugárzás okoz, akik sokszor égnek meg, és sok ideig van ultraibolya ártalmuk. Tehát ha gyerekkortól kezdve kitolják az anyukák a napfényre, hogy hogy legyen szép barna a gyerek, direkt napfényre. Árnyékban lehet kinn a kisgyerek is persze, de mindig védeni kell és takarni, hogy ne érje őt direkt napfény. De minden esetre az ilyen égések, amit pillanatnyilag meggyógyítunk, de a szervezet emlékezik rá, és ezek összeadódnak, és amikor már kapott annyi ártalmat, és lett annyi mutáció egy DNS szerkezetben, hogy megbolondul az a sejt, és elkezd nem jó módon szaporodni, az maga a rákos, a daganatos megbetegedés. Tehát akkor nagyon fontos, hogy folyamatosan egész nyáron, meg már kicsi korunktól kezdve óvjuk a bőrünket mindig, a napsugárzás. És folyamatosan, és újra. Igen. Persze különbségek vannak, nagyon nagy egyedi különbségek vannak. Úgy mondjuk hétköznapi nyelven, hogy vannak jó bőrű és vannak kevésbé jó bőrű emberek olyan értelemben, hogy vannak, akik könnyen barnulnak, és a szervezet, a bőrnek a védekezése magától jól működik, és elkezd festiket termelni, és lebarnul, és maga a barnaság véd a következő megégéstől, és vannak érzékeny bőrű, fehér bőrű emberek, ezek általában a kékszemű, zöldszemű emberek, akiknek a bőre fehér, és nagyon gyorsan megégnek, és nem lebarnulnak, hanem mindig megégnek, és megégnek. Náluk nagyobb az esélye annak, hogy nem termel festéket a bőrük, és ezért a védekezésükre is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. De ezek nüansznyi különbségek, és csak odafigyelést igényelnek. Ez nem azt jelenti, hogy velük valami baj van, hanem azt jelenti, hogy nagyobb figyelmet igényel a bőrvédelem. Majd pedig egyébként számos termék közül válogathatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a figyelmet. Elérkezett a várva várt szünibő. A vakáció alatt a szórakozás és pihenés mellett azonban számos veszélyes helyzet adódhat. Mindezekre érdemes felhívni a szülőknek a gyermekeik figyelmét. Elkezdődött a vakáció, a gyermekek biztonságára még inkább figyelni kell. A szülők jó, ha beszélgetnek a csemetéikkel, tudatosítják bennük például, hogy a közlekedésben körültekintőnek kell lenni. Ha egyedül vannak otthon, mindig legyen olyan telefonszám, amit fel tudnak hívni probléma esetén. Fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy a bizony-bizony a bejárati ajtókat, a kaput, a lakásajtót be kell zárni, erről meg kell győződni, és a zárva kell tartani. Abban az esetben, ha idegen számára ismeretlen személy próbál oda bejutni, vagy csenget, akkor senkinek ne nyisson ajtót, csak annak, akinek feltétlenül a szülei megengedték, illetve arról tudomásuk van. Meg kell beszélni a szülőkkel, a gyerekeknek, hogy hova szeretnének elmenni, barátokhoz, ilyenkor ugye azért bandáznak. Kisebbek természetesen, illetve remélhetőleg nem, azok inkább táborba vagy felnőtt felügyelete alatt vannak, de azok a gyerekek, akiket elengednek otthonról, baráthoz esetleg önállóan tudnak közlekedni, mindig tudja a szülő, vagy az a személy, akire rábízták, hogy hova megy, és mikor fog hazajönni. Fontos, hogy beszéljek meg az útvonalat is, hogy merre menjen, a legrövidebb úton, olyan helyen, ahol nagyobb a forgalom, tehát a közlekedés, a személyek, hogyha bármi van és segítségre szorul, akkor tudjon segítséget kérni. És azt is beszéljék meg, hogy ha nagyon gyakran már ezeknek a gyerekeknek vannak telefonjaik, ha odaérkezik, akkor szóljon, hogy megérkeztem, vagy ha elindul haza, akkor tudja a szülő, hogy elindul. És fontos az, ha megbeszéljük, hogy hova megyünk, akkor tényleg oda menjünk. És ez a bizalom, ez nagyon-nagyon fontos. Táborozás ideje. Akár a táborba, vagy mennek le a játszótérre, vagy ha egy kis pénz van náluk, tényleg annyi pénz legyen ott a zsebükben, amennyire feltétlenül szükséges, ha egy fagyira, de többet ne. Fontos az, hogy ezek a telefonok, vagy különböző műszaki technikai eszközöket ne vigyük le a játszótérre, mert fel
keltik, főleg a kisebbek, felkelthetik a figyelmüket a nagyobbaknak, a felnőtteknek a figyelmét, hogy esetleg el akarják tulajdonítani. És bizony nagyon hamar így porrul járhatnak és elveszik tőlük. Fontos az is, hogy tudják, hogy ebben az esetben, főleg akkor, hogyha többen veszik őket körül, és ez lehet már egy felnőtt vagy egy idősebb személy is, ne álljanak ellen, ne akarjanak verekedésbe keveredni, inkább adják át, a saját testi épség fontos. A bűnmegelőzési osztályvezető arra is felhívta a figyelmet, strandra ne vigyünk nagy értéket, ékszereket. A törölköző, mint mondja, nem értékmegőrző. Csak szükséges tárgyak legyenek a gyerekeknél is. A nagy hőségben arra is figyelni kell, hogy kisgyermek ne maradjon az autóban. Gyereket még egy-két perce se, még fél perce se, kis állatot se, rengeteg baleset történik ebből adódóan, tehát soha még akkor se árnyékos parkolóban parkolunk le, csak azért, mert éppen beugrunk a boltba, mert nekünk ott a vásárlás közepette egy-két pillanatnak tűnik, de bent a 30-35, akár 40 fokos gépjárműbe pillanatok alatt felmelegszik a levegő, és sajnálatos módon bekövetkezhet egy nagyon súlyos tragédia is. Az egyik legfontosabb feladata a szülőknek a szünidőben, hogy a gyerekekkel elbeszélgessenek, felhívják a veszélyekre a figyelmet. Kerékpáros tudásukat próbálhatták ki az általános iskolás gyerekek a Haleszparkban. A Kerékpáros Fehérváron elnevezésű ügyességi és kressz versenyt első alkalommal rendezték meg városunkban. Nem okozott gondot a gyerekeknek, hogy teljesítsék a Haleszparkban felépített kerékpáros ügyességi pályát. A kisebb-nagyobb biciklikkel azonban nem csak végig kellett menni a kijelölt útvonalon, azt a legrövidebb idő alatt kellett megtenni a legjobb eredményhez. A Kerékpáros Fehérváron versenyt első alkalommal szervezte meg az ötletgazda Vonnák István. Régi célom volt, hogy a gyerekeknek, amely gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kipróbálhassák magukat a kerékpáron, hogy milyen ügyesek, és nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a szülők is lássák. Ezáltal megbizonyosodhatnak arról, hogy a városban mennyire tudnak közlekedni, elengedhetik-e a nagyszülőhöz, baráthoz, bárhova. Tehát ez lenne az elsődleges cél, egy családi program, szabadon, ingyenesen. Milyen korosztályt szólítottak meg ezzel a rendezvényen? Mi mindenre van itt lehetőség? Első alkalommal az általános iskolás korosztályt szólítottuk meg. Ajánlom a hátsó pályát. A továbbiakban viszont szeretnénk azt, hogy kiterjesszük középiskola és az általános iskolásnál fiatalabb gyerekekre is, és akár a szülőkre is. A kerékpáros versenyen kívül egyéb lehetőségeket is szeretnénk a jövőben is biztosítani, fejleszteni ezt a rendezvényt. Jelen pillanatban reflexjátékra van lehetőség. A mögöttünk ugrálóvárra, egyéb vásárlási jégkásra, hasonlók, fagylalt vásárlásra, de a környezettudatosságot is szeretnénk a jövőben bevezetni erre a rendezvényre, és szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, és célunk az, hogy egy ilyen pályát fel is építsünk majd. A családok szívesen látogattak el az egésznapos programra, hiszen nem csak a játék és a verseny miatt érkeztek. Nálunk a nagy lányom az, aki észrevette, hogy egy ilyen rendezvény van, és mindenképpen szereti a megmérettetéseket, úgyhogy ezért jöttünk többek között, meg azért, mert nekünk is biztonságot nyújt, hogyha tudunk róla, hogy biztonsággal tudnak közlekedni, akár egyedül is. A kisebbek és nagyobbak leginkább a kerékpározás szeretete miatt vettek részt a megmérettetésen, többen már biztonságosan kerekeznek a városban. Ritkán szoktam tekerni, de nagyon szeretek, és nagy biciklim van. Több mindent tudok, hogy mit nem szabad, mint hogy szabad. A rendezvényen a Magyar Kerékpáros Klub székesfehérvári szervezetének köszönhetően megismerhették a családok a teherbiciklit, amellyel boltba, óvodába, iskolába lehet a gyermekeket szállítani az autó helyett. Nagyon örülök ennek a mai rendezvénynek, ezt nem a Kerékpáros Klub rendezte. Ez azt jelenti, hogy egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés, kerékpáros sport, ezt Vonnák István rendezte teljesen saját akaratából. Én rettentően örülök annak, hogy sok kerékpáros program van.
mi mindenre van itt lehetőség a Magyar Kerékpáros Klub szempontjából? Amit mi csinálunk, ez két dolog. Az egyik az, hogy bemutatjuk a teherbiciklinket, és hogy azon lehet közlekedni, lehet boltba menni, lehet gyereket vinni iskolába, órába, nem kötelező gépkocsiba ülni. A másik pedig az, hogy délután lesz egy úgynevezett bebiciklizés nevű programunk, az azt jelenti, hogy a szülők itt délután kipróbálják a gyerekek a közlekedést, délután pedig a városban, életben meglátják, hogy hogy lehet mindezt hasznosítani. Mit lehet tudni egyébként erről a teherbicikliről? Mennyivel nehezebben működik mondjuk, mint egy normál kerékpára, vagy lehet, hogy nem is működik nehezebben, mint egy normál kerékpár? Fehérvár útjain elég bajos a használata. Fehérvár kerékpár sávjai 70-80 centi szélesek, ez a teherbicikli is annyi, na jó, lehet, hogy van egy méteres sáv is. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit szűkek az utak. Két biciklis nem tud egymás mellett menni, nem tudják egymást előzni. Ezt leszámítva nem bonyolult a kezelése, meg kell tanulni, ez kétségtelen, de mi nagyon szeretnénk azt, hogyha több teherbiciklit látnánk Fehérvár útjain is. Budapesten már vannak szép számmal, és ma a Magyar Kerékpáros Klub mi is szeretnénk beszerezni ide Fehérvárra még egy teherbiciklit, hogy napi életben, használatban be tudjuk mutatni, hogy ezzel lehet boltba menni, lehet gyereket vinni iskolába, óvodába. Lehetőség van arra is, hogy ezt a kis kerékpáros kisokost népszerűsítsék a gyerekek és a felnőttek körében. Mit tud ez a kisokos? Ez nagyon szeretem ezt a kis kiadványt. Ez a városi közlekedés csinyáról-binyáról szól. Arról szól, hogy hogy kell körülnézni, hogy kell előzni, hogy kell a sávokat használni, a körforgalmat használni. Minden iskola kapott belőle Székesfehérváron, de ha valakinek nem jutott és érdekli, akkor természetesen itt is hozzájut. A kerékpározásnál is szükség van a gyors reflexekre, a Haleszban ezzel kapcsolatos játékra is volt lehetőség. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.